Jelentkezz most szerződéses határvadásznak olvasható rendőrség felvételén, amivel ezt az új szolgálati formát reklámozzák. A toborzás elindult Baranya megyében is. A szerződéses határvadászok tömbösített munkarendben végzik majd feladatukat, mondja a megyei kapitányság munkatársa. 3-4 napot dolgoznak, nappal 12 órát. Szükség szerint és ha igénylik, akkor ott a határrendészeti kirendeltségeken a szállás is megoldott, majd 5-6 nap pihenő, tehát jöhetnek haza. Első ütemben összesen 2200 fő szerződéses határvadász felvétele, képzése és szolgálatba állítása a cél. Ők a Bács-Kiskun megyei, a Csongrád-Csanád megyei, a Békés megyei, a Hajdú-Bihar megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei határvadász századok állományába kerülnek. A jelentkezésnek feltételei is vannak. A magyar állampolgárnak kell, hogy legyen 18 és 55 év közötti életkorral kell rendelkeznie, büntetlen előélettel. A bizonyos feltételeknek, alkalmassági feltételeknek meg kell, hogy feleljen, ez egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság. Alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie, melyet igazolnia is kell. Aki megfelel ezeknek, egy 160 órás képzésen vesz részt. Ez alatt 300 ezer forintos bruttó alapilletményt, szállást és ellátást kap. Szolgálatba állásuk után további juttatásokban részesülnek. Ez a 300 ezer forint alapilletményre épül még rá a délutáni éjszakai pótlék, a szolgálat teljesített szolgálati óránként az 570 forint szolgálati pótlék. Ha nyelvvizsgával rendelkeznek, nyelvvizsgapótlék jár, 200 ezer forint éves kafetéria van, és minden olyan juttatásra jogosultak, mint bárki a rendőrség állományában. Vagyis utazási költségtérítést, iskolakezdési támogatást, különböző szociális ellátást, mint segélyt, albérleti hozzájárulást kapnak, ha igénylik. A jogviszony határozott idejű szerződéssel jön létre, 3 év időtartamra, amely további 3 évre egy alkalommal meghosszabbítható. A szerződéses határvadászok járőrszolgálatot látnak majd el, alapfeladatuk az államhatáron történő illegális belépési kísérletek megakadályozása, továbbá az illegálisan belépett személyek feltartóztatása és az ideiglenes biztonsági határzáron történő átkísérése lesz. Jelentkezni személyesen bármelyik rendőrkapitányságon lehet, vagy e-mailben, illetve a megadott zöld számokon. További információ a www.polisz.hu oldalon található.